Sziasztok! Mala vagyok. Ez pedig itt egy Assassin's Creed Valhalla kibeszélő lenne. Szeretném megosztani veletek, hogy nekem mi a véleményről a játékról. Kezdjük talán a technikai részeivel a kibeszélést. Ugyanaz az engine fut alatta, mint az Origins, avagy az Odyssey alatt futott. Nyilván csináltak bizonyos ráncfelvarrásokat. A rossz nyelvek szerint ráhúztak egy hideg filtert, hogy olyan vikingesnek nézzen ki, ne pedig mediterránnak, mint az előző. Teljesen mindegy, gyakorlatilag maga a game szép, szerintem baromi jól néz ki, úgyhogy ezzel gond nincsen. Technikai oldalról nézzük még meg a bugokat. Hát az akad, nem is kevés. Hál' Istennek bőven játszható, nincs vele nagyobb baj, de marha érdekes dolgokba tud belefutni az ember, hogyha játszik ezzel a game-mel. Kezdjük talán azzal, hogy az egyik main quest-be simán föl tud akadni a kutya a fára, akit követni kéne, viszont mivel be van akadva, ezért nem tud tovább menni, és ebből csak azt tudja kirángatni, nekem legalábbis így sikerült, hogyha elmenti az ember a gémet, néhányszor visszatölt, és bízik benne, hogy visszabugol a helyére a kutyus. Aztán még meg kéne említeni azt, hogy az egyik boss fightnál elfelejtették a készítők kipróbálni azt az apróságot, hogyha nyomsz egy eblét, akkor eltöröd a boss fightot, és onnantól kezdve gyakorlatilag azt csinálsz a bosszal, amit akarsz, nem támad, mászkál föl alá, fogalma sincs, hogy mi történt. Tehát gyakorlatilag full el tudod törni a boss fightot csak azzal, hogy használod az egyik ability-t. Mivel itt szintén egy kutyáról van szó, lehet, hogy a fejlesztőknek ez a kutya nem annyira fekszik, hogy úgy mondja. Aztán érdemes megemlékezni a híres amerikai repülő indián csónakokról. Ezek is nagyon dizájnosak, nagyon ott vannak. Hú, félelmetes dolgokat tud azért próbálni az Ubisoft, valljuk be. Talán az egyik kedvencem az az, amikor be tudsz úgy esni, hát ugye ez egy Assassin's Creed, mászkálsz fel alá, boldogam, és le tudsz úgy esni, hogy nem ér talajt a karakter, becsúszik a fene se tudja hova a játék szerint, és ott zuhansz az örökké valóságig, amíg meg nem halsz. GG. Na ennyit a bugokról. Vesézzük akkor ki a beltartalmat. Gyakorlatilag itt jóval komolyabb gondok vannak szerintem, mint mondjuk a bugokkal, vagy a grafikával, vagy bármi egyébben. Hol is kezdjem? Kezdjük talán a sztorival. Most nyilván lehet, hogy vannak olyan emberek, akiknek elég az, hogyha vikingekkel játszhatnak, és akkor már minden boldogság. Én mondjuk nem tartozok közéjük, én el szoktam várni egy game-től, hogy jó története legyen. Most szerintem a Valhalla ezen a téren nagyon-nagyon-nagyon rosszul teljesít. Ezt arra alapoznám, hogy szerintem egy olyan történet, igyekszek nem spoilerezni, így viszont elég nehéz lesz róla beszélni. Olyan történet, ami nagyjából arról szól, hogy ti vagytok a menő vikingek, akik verekszenek, akik isznak, akik esznek, akik átmennek Angliából, verekszenek, isznak, esznek. Ez lehet, hogy nagyon feelinges valakinek, aki imádja a vikingeket, de szerintem ez nagyon édes kevés. Muszáj lesz egy-kettőt spoilerezni, mert ki kell térnem azokra az apróságokra, amik engem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felbosszantottak. Konkrétan nem is arról van szó, hogy jó a történet, lapos a történet, mit tudom én, milyen a történet, hanem hogy szerintem olyan logikátlanságok vannak benne, amik alapvetően szerintem megengedhetetlennek lennének egy történetbe. Ha én ilyen sztorival álltam volna elő annak idején, amikor még szerepjátékoztunk, a helyszínen megvernek, lecserélnek és keresnek egy új mesélőt, mert botrány. Na, akkor néhány spoiler. Aki nem kíváncsi rá, az most mit tudom én, akassza föl magát, de pár tényt muszáj idehoznom, mert különben csak a levegőbe puffogtatom, hogy jaj, szar a történet, meg logikátlan. Tehát úgy kerülnek az asszaszinok a képbe, hogy testvérünkkel Sigurddal egyszerűen találkoznak valamelyik portjája során, megérkeznek a kis viking faluba, isznak egyet jót, majd adnak neked egy hidden blade-et, mert hát azt így szokták osztogatni. Tehát okuk nincsen rá. Gyakorlatilag semmi. Akkor találkoztunk aznap először.
Hát ennyi erővel lopakodott, meg maraszekort is szórhatnának, bazd meg a főtérem. Jó, ez most mindegy. Jó, inkább ebben ne is menjünk bele, mert még fel akartam sorolni egy párat, amik szerintem hülyeségek. Még egyet, és akkor abba hagyom ezt a spoileres sztori kibeszéles részt, hogy maga a történetvezetés, hogyha eltekintünk attól, hogy szerintem, mert hát nyilván az egyéni vélemény, nagyon lapos és béna a sztori, abszolút következetlenek a karakterek, iszonyat butaságokat cselekszenek, nem tudod egyszerűen kikerülni azt az apróságot, hogy én agyfaszt kapok a legtöbb NPC-től. Tehát például találkozunk az egyik vikinggel, aki viszonylag fontos szerepet tölt be gyakorlatilag a cselekmény során, direkt nem spoilerezek, lehetne, és úgy a nulladik másodpercnél én tudom, hogy szívből gyűlölöm, tehát hogy vállalhatatlan. Tehát hogy nem az, hogy meg kéne ölni, hanem koszos lesz a nyálat, ha leköpöd. Tehát egy olyan szinten van, hogy Jesus. És hát így várná az ember, hogy ezt egy ilyen RPG-nek harangozták be, vagy valami, de nem. Így nagy barátok lesztek. Én meg ott hányok a kis hányózacskomba, hogy játszom én ezzel a szarral, bazd meg. Na mindegy, nem pikázom tovább. Szerintem a történet és a történetvezetés, ez kifejezetten borzasztó. Ez van. Ha te máshogy gondolod, ízlések és pofonok. Na, akkor ami viszont nem ízlések és nem pofonok, hanem sziklaszilárd tények, most megpróbálom lestatisztikázni például az Odyssey-hez képest, hogy merre fejlődött a játék. Szóval akkor a tények. Gyakorlatilag megpróbáljuk sorba venni a dolgokat, kezdeném ezzel az RPG résszel. Ugye már az Origins és az Odyssey az egy RPG-sített Assassin's Creed irányba indult el, ami speciál nekem például piszkosú tetszett. Nyilván akkor is morogtak bőven elegen a rajongók közül, hogy hát ez már nem is igazi Assassin's Creed, de hát ez megint csak az ízlések és a pofonok. Az viszont engem kimondottan felbosszantott, hogy ugyebár mondjuk az Odyssey-ben rengeteg döntési lehetőséged volt, megmented a családot, ezzel elterjed a koronavírus a szigeten, megölöd a fatert, nem ölöd meg a fatert, nem sorolom, 1 milliárd döntésed volt, ami befolyásolta a történéseket. Na, ezt a Valhallában nyugodtan el lehet felejteni a picsába. Itt ilyen nagyon apró döntéseid vannak, nyilván ott vannak a válasz lehetőségek, hogy mit válaszolsz az uralkodónak, ezt a Bedesz beszólást, vagy azt a Bedesz beszólást. De igazándiból ezek nem választások. Tehát nem múlik rajta semmi. A következő 10 másodpercben is felejtett, hogy mit választottál, mert ugyanúgy megy tovább a történetmesélés. Ez engem kifejezetten zavar, mert én szeretem az RPG-ket, és hát nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezeket a választási lehetőségeket teljes mértékben kihagyták a gameből. Nézzük, mivel kevesebb még, mint az Odyssey. Gyakorlatilag mindenben. Nincs benne víziharc. Jó, elvesztek kis viking evezős cuccal, de ez gyakorlatilag egy szállító eszköz, oda mentek, rédeltek. 2. Nincsenek víz alatti dolgok. Van, hogy úgy tudsz bejutni egy-egy helyre, hogy úsznod kell a víz alatt, de nincsen vízi harc. Tehát így a vízi részt azt nyugodtan így, mi Odyssey-be volt, azt ki is lehet húzni belőle. Odyssey tele volt szetekkel, itemekkel, szintén RPG-s dolgok, hogy olyan buildet építesz, amilyet akarsz. A Valhallában ezt is nyugodtan elfelejtheted. Vannak benne itemek, nyilván az itemek különféle dolgokra képesek, más set bónuszt adnak, set bónuszt, jó, hívjuk set bónusznak, nem egy Odyssey set bónusz, maradjunk annyiból, hogy a heavy attack 5-ször nagyobbat üt, hogyha 5-ször heavy attackoltál, meg ilyen fontos dolgok. Tehát az ilyen extrémebb dolgokat, mint a Odyssey-be lehetett csinálni, azt nyugodtan el tudod felejteni. Nem változtatja meg a game mechanikát teljesen, mindegy, hogy melyik setbe rohangálsz. Gyorsan akartam mondani, se baj. Mit hagytak még ki? Most gyakorlatilag ugye benne volt ez a mercenary system. Lehetett vadászni rájuk, ők vadásztak rád. Erre most azt mondanám, hogy kihagyták.
Meg lehet cáfolni, mert vannak benne ilyen kóborzaalotok, akiket egyfelől nagyon nehéz megtalálni, másfelől, hát engem biztos nem üldöztek, az kurva élet, hanem én kerestem őket, hogy találjuk meg az orderesekhez a történetet. Szóval szerintem én ezt ráfogom, hogy gyakorlatilag a mercenary rendszer úgy, ahogy van, puff, kuka, és akkor soroljuk tovább, hogy mi az, amit még kihagytak. Tehát voltak mondjuk az Odyssey-be az ability-k. Ebbe is vannak, mielőtt valaki megijedne, csak sokkal kevesebb, és szerintem sokkal jelentéktelenebbek. Még egy Odyssey-be olyan durva dolgokat tudtál kitalálni, hogy felugrasz a levegőbe, lesorozol egy rakat embert, stealth-ből átasszaszinolsz a fél pályán. Nem sorolom, aki játszott az Odyssey-vel tudja, hogy milyen durva ability-k voltak. Ebben is vannak úgymond durva ability-k, felugrasz a levegőbe, ráugrasz, lecsárgyalod, beledobsz egy kis baltát. Tehát, hogy nyilván itt is vannak ability-k, de én valahogy sokkal-sokkal kevesebbnek érzem ebben a gameben az ability-ket, mint mondjuk a Odyssey-ben voltak. És akkor említsünk meg valamit, amit hát én nagy faszt kapok. Tehát úgy tudod megszerezni az ability-ket, ellentétben mondjuk az Odyssey-vel, hogy bizonyos könyvek vannak eldugva a mappon. Ha nem tudod, hogy hol vannak, akkor nem találod meg. Tehát neked akkor lesznek ability-t, hogyha végig túrtál mindent gyakorlatilag. Vagy persze megnézheted neten is, hogy hol van az adott ability-nek a skill könyve, de hát az meg már milyen. Szóval, Jézus, aki ezt kitaláltam. Tehát nem azzal, hogy csinálsz egy buildet, eltervezed, és akkor örülsz neki, hanem... Ott van a kibaszott nagy map, telepöttyözve, abból a rengeteg pöttyből mondjuk 20 darab skillbook könyv. Mondjuk a 500-ból, vagy 1000-ből, mit tudom én, hány pötty van. Hajrá, előre, majd megtalálod. Közbazd meg. Na, aztán van benne egy remek skill fa, egy ilyen tree, ami nem is lenne baj, csak jó, legyen. Na, mivel baszták el? Nem látod erőre, hogy mi a következő. Tehát egy ilyen fogot képzeljél el, és gyakorlatilag mindig csak azokat látod, amik ki vannak belőle rakva, megint totálisan kihúzva a képletből azt, hogy te előre egy eltervezett buildet csinálj magadnak. Én csak így széteszem a kezem, hogy miért? Könyörgöm, miért? Mi szükség volt erre? Szóval nem mondom, hogy nem hozott be a játékújításokat az Odyssey-hez képest. Mindet utálom is. És ha már mászkálunk a mappon ability-kre vadászva, akkor említsük meg a remek loot rendszerét a játéknak. Illetve, hogy mivel fogod tölteni a következő 40 órádat játék helyett. Ugye tele van pöttyözve a térkép, ahol mondjuk itemeket, fémeket, ezt meg azt tudsz lootolni, gondolnád te. Csak amikor oda mész arra a pontra, akkor kiderül, hogy ez egy bezárt házba van, valahol a föld alatt. A valahol a föld alatt azt nagyon komolyan gondolom, mert ez valószínűleg nem az Assassin's Creed Valhallának indult, hanem az Assassin's Creed Vakondoknak, csak utána csináltak belőle egy vikinges játékot, mert a játék, nem tudom, 90%-át én azzal töltöttem, hogy különféle barlangokba, agyvérzés közeli állapotba bolyongok, hogy megtaláljam a kibaszott itemet. Tehát gyakorlatilag Angliában minden a föld alatt van, de minden, a kulcs, az item, a fontos dolgok, azonnal ott van a föld alatt, nagyon jó, ez az. Hát mindig is ezt akartad, nem? A föld alatt, eltévedve, másfél órán keresztül körözve a ház körül, hogy hol a kurva anyádba lehet bemenni, de nem jössz rá, ott hagyod, másnap visszamész, fél óráig körözöl a ház körül, még mindig nem jutottál be, és ha bejutottál, mit kapsz? Nagy lófaszt a seggedbe, mert nincs benne loot rendszer, kapsz 3 darab fémet, aztán old meg. Köszönjük, ez a játék, ez a 9,5/10, ez... Jó, mindegy, nem húzom fel maga. Kicsit sokáig kerestem azt a 11 kőtáblát az Excaliburhoz. Szerintem ez rányomja a bélyegét a játék élvezetének, miközben a föld alatt bolyongasz. A sugárba hányás, az közelebb van egy kicsit a történethez, jó? Nyugodjunk meg. Szúszá, zen.
Szóval, hol is tartottunk? Ja, hogy kritikát kéne mondani a játékról. Fú. Na, maradjunk annyiban, hogy el lehet lenni a játékkal. Rengeteg órát beletoltam, még bele fogok tolni rengeteg órát. Ha önmagában nézzük ezt a gémet, hogy mondjuk lehet vele játszani, hogy ne szórakoztató, el vagy. Ha ahhoz képest nézem, hogy ők már csináltak egy Odesszit, akkor meg csak széteszem a kezem, és nem értem, hogy mi a szar ez. Szóval nekem hatalmas csalódás az Odesszihez képest. Ez kb. Sorrendben úgy kellett volna kinéznie, hogy jön a Valhalla, utána jön az Origins, és utána jön az Odesszi. Tehát, hogy máshogy ez nem jön ki. Máshogy nem jön ki. Egyszer máshogy nem jön össze. Ezt hamarabb kezd. Na jó, mindegy, hagyjuk. Lényegtelen. Még egy nagyon fontos dolog, amivel megpróbálok még belerúgni kettőt a gamebe, minimum kettőt. Ezek az NPC-k. Az okos AI, akitől félünk, hogy majd elhódítja a bolygót Terminátorok formájába. Hát, hogy sem. Tehát úgy van megcsinálva a raiding system, ugye le lehet rohanni templomokat, városokat, hát várost mondjuk nem, de falvakat, ezt azt le lehet rohanni. Te olyan butát még nem láttál, mint ebbe az NPC-k, akik harcolnak. Tehát hol van egy Odyssey csata jelent ehhez képest? Sehol. Tehát van, itt tudom én, 10 darab NPC, ezt lehet, hogy sokat mondok, inkább 6. Abból 3 harcol 3 vikinggel, ezt ők tudják csinálni 7 nappal átéve, mert nem nagyon sebzik egymást. A maradék 3 az ott hátul áll és vár arra, hogy beérjél abba a range-ba, hogy triggerelődjön, mert hát ők addig nem veszik észre, hogy ott mi a csata, meg lángol a templom. Ők így állnak. Az teljesen normál. Ha közelebb mész, akkor megtámadnak. Tehát, hogy ezt tudja a game, mint harcrendszer. Köszi. 2020-ban, az Odyssey után. Ú, bazd meg. És akkor most jön a hab a torta tetejére. Ezt régen azért csinálták mondjuk a GTA 3-ba, mert a PS1-ben nem volt jó, nem tudom mire jött ki a GTA 3, nem is érdekes, de régen azért csinálták, nem volt elég RAM, és nem tudta megjegyezni az engine, hogy milyen NPC-k vannak a környéken. Ekkor szokott előfordulni az, hogy mondjuk a GTA-ban mész arra, van előtted egy piros autó, megfordulsz, hátul egy kék autó van. Megfordulsz előre, egy zöld autó lett, mert nem jegyezte meg, hogy piros autó volt előtte. Csak bizonyos dolgokat jegyzett meg a környéken. Welcome to 2020 Valhalla. Spannolnak az NPC-k. Nem tudsz kipucolni egy helyszínt, már visszaspannolnak. Ha arrébb mész 100 métert és fizettem, már ott vannak. Randomra. De egyébként az orrod előtt 10 méterre is be tudsz spannolni, bár gondolom az bug volt. Ha valamit nagyon tudok gyűlölni, az az, hogyha bemész egy helyszínre és nem tudod kipucolni. Mert visszaspawnol, mert visszaspawnol. És nincsen olyan spawn timer-e, hogy egy óra múlva spawnol vissza, vagy másnapra, vagy 2 hét múlva. Nem. Ha megfordulsz és elmész 10 métert és vissza. 2020. Hát 2000-ben azért gáz volt már ez a mechanika. Szerintem. De 9 per 5 game, Valhalla, mindenki álljon el, mert vikingek vannak benne. Jó, befejezem. Ez lett volna a Valhalla kibeszélő. Elmondtam, amit akartam róla. Ha más véleményem vagy, nem baj. Csak ezt már el kellett mondanom valahol a 9 per 5-ös értékelések után, hogy tényleg 9 per 5? Mi? Hol? Melyik részem? Amennyiben ezt meg tudod nekem mondani, kommentbe jelezd nyugodtan. Nagyon kíváncsi vagyok valakire, aki el tudja mondani, hogy például milyen újítást hozott be a Valhalla, ami nem volt az Odesszibe. Meghallgatom. Ha tetszett ez a videó, dobj egy lájkot, ezzel tudod jelezni, hogy csináljak még más játékról és hasonló kibeszélőt. Nem feltétlen fikázom végig, ez gyakorlatilag ennek a játéknak szól. Ha pedig nem tetszett az egész, vérpistike, Valhalla fan vagy, nyugodtan nyomj egy diszlájkot. Na, mala voltam, sziasztok!